sziasztok! A mai videóban különböző kreatív és sportos TikTok trendeket fogunk nektek megcsinálni, és elkészítését bemutatni. Azt vettük észre, hogy egyre jobban elterjedt ez a TikTok dolog, és most már mi is belemerjük rakni videóba, annyira talán nem gáz. Viszont az egészet megpróbáljuk minél több extrémséggel fűszerezni, úgyhogy nézzük, mit sikerül alkotni. Az első TikTok kihívás, amit meg akartunk csinálni a Matyival, amit már egyszer meg is próbáltunk, csak egy elég nagy esés lett belőle. Biztos láttátok, az ember nem fekszik a földre, a másik a hátán, minden egyes szinten így kicsit följebb állnak, és a végén a nyakába áll az ember, és onnan egy hátraszaltó lesz a végén. És nálunk, de... Nálunk ez, amúgy meg nem szokott hátraszaltó lenni, csak kicsit lerakjuk a mi szintünkre és a mi stílusunkra, amitől lesz a szaltó benne. Nem jó! Te instabil vágod. Looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Ooh, I'm killing it. Nem még jó, hogy felugrattál, az olyan nyakas lett volna. 30 perce, 40 perce próbálkozunk. És most olyan bukásat este mindkettő így visszahajlott. Előbb beadtuk, amilyen használhatóan jóra, de nem akarjuk feladni, mert mindig a tökéletes kell. Ügyesek vagyunk, bekezdtünk a legnehezebből a legelején, de maradjatok velünk, mert még sok darab TikTok titkot is tartogatunk nektek. Lassítós felvétel azzal a kamerával, mindenki csúnya lesz, és így fogunk fejbedobni embereket. De így. Na, hát a köcsög. De ne! De meg... Nem mondod, hogy nem miért mondod? Hát mert már rég ott tartottad a kamerát! Nem áll! Na jó, fújjam gyorsan. Ó, nézé. Ez a szokat. Igen, nem áll. Láttunk TikTokon egy olyan videót, amikor a gyerek bringázott, leszállt a bringával, rundel hátra és visszaszállt. Easy. Megcsináljuk kocsival és kicsit megextrázunk a dolgot. Mit fogsz csinálni, Ádi? Hát kézen fogok állni a kocsi tetején. Elvileg. Máté lesz a sofőr, meg a rundel hátra. Ez nagyon rossz lesz. Nem fogok esni. Jó vagy? Jó. Jó. Majd legurultam így. Jó. Nem jó, hagyjad, hagyjad. Most is így be vagyunk zárva, egész nap azon flashelünk, hogy TikTokon milyen új hülyeségeket találunk, úgyhogy ezt próbáljuk meg, nem is az, hogy utánozni, hanem ebből elindítva egy gondolatmenetet, kitalálni valami újdonságot. Erre fogok leérkezni, de amúgy a földre, akkor abban a pillanatban én ezt fogom, mindet bedobálom oda, hogy ne nagyon menjen a nap, és akkor te idézsz és megcsinál ezt a részt. És így majd úgy fog kinézni, mint hogyha én nem kapnám el a Matyit, és ő megsérülne, pedig amúgy ez kameratrükk. Jó. Gyorsan pakoljuk el. Így legyél ott, hogy oké, gyere már vagy. Oké, gyere! Mi? Emberek seggest. Dehogy nem. Okay, get it. It was at this moment that he knew he fucked up. Hajfestés után Mátyásnak van egy villámja, úgyhogy ez Harry Potter, én pedig a haj alapján Draco Malfoy, ezért csinálunk egy Harry Potter-es TikTokot. Tök jól lehet láthatatlanná tevő köpenyt csinálni vele. Van seprünk is, Quidditch is lehet, Voldemort maszkunk is van, úgyhogy adott a helyzet. Jól nézel ki. A lábad nagyon benne látszik. Üdv a stúdióban, most akarom össze a Harry Potter-es TikTokot. Ehhez szükségünk van egy green screen kijelésre, Hollywoodban is használt technika, és egy pár effektre még, amúgy nem mindegyik TikTokhoz kell ilyen, vannak amiket simán a telónkkal is meg tudunk csinálni. TikTok egy ilyen kamu
trickshotos videó lesz. Megcsináltam én az érmését, hogy érmét dobtam bele a persejbe, az real volt. De sokan nem mit értek el, úgyhogy gondolom, hogy megmutatjuk, hogy mi is az, ami igazán nem real. Egy próba. Meg! Igen! Hoppa! Jó, vagy ez kis kanál? Oh! Jó, pénzérme. Hát ezt nem hiszem el, akkor a véget kicsit megspékelem. Sokan kérdeztétek, hogy mik azok a király labdák a TikTok videóinkban, hát azok ezek. Foszforeszkálnak a sötétben a telefon vakujában, nagyon jól működnek, és ezekkel vettünk föl elhagyatott helyeken is TikTokokat, ami amúgy egy nagy projekt lesz, egy ilyen gémelős téma, ami nagyon király. Remélem ti is annyira várjátok, mint mi. És nem sokára jön. Ez egyik utolsó trükkünkön, ami nem lesz más, mint hogy unatkozom én a házamban, mi a karantén, és ezért minden rá fogom pörgetni a labdát, és ilyen mindennapi tevékenységet fog csinálni itthon. Nem látszik egy könyvet olvasva. Okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucking house bored and I'm bored in a motherfucking house bored. Bored in a house, bored in a house bored. Bored in a house, bored in a house bored. I'm bored in a motherfucking house bored and I'm bored in a motherfucking house bored. Körülbelül ennyit is akartunk ebben a videóban megmutatni nektek. Egész jól elszórakoztunk TikTokon, Bálint. Jaj, a király volt. Amúgy, ha szeretnétek tőlünk látni bármilyen TikTokot, amit megcsinálunk, akkor azt valahogy küldjétek el, vagy írjátok le, vagy akármi, és meglátjuk, mit tehetünk. Ha pedig megtetszett valami, és kipróbáljátok, akkor tegeljetek mindenképp minket. Ha a karkötők tetszenek, vagy az új pólók, amiket nektek csináltunk, akkor webshopban megtaláljátok szokásosan. És találkozunk a következő videóban, ami nem sokára lesz, mert heti 2 tartalmat nyújunk YouTube-ra. Boy, bored in a motherfucking house, bored and I'm bored in a motherfucking house, boy. Bored in a house, bored in a house, bored.